Itt még csak készülnek a virágkompozíciók a 25. Szavária Floriádé versenyen a Herman Otto szakközépiskola tornacsarnokában. Színes virágkavalkád lepte el a termet. Ezek már a kész alkotások. Christina Aguilera Candyman című dala és videóklipje volt az alapötlet, abból indultak ki az ifjú virágkötők. Az Amerikai Egyesült Államokat és a tengerész hangulatot felidézve terveztek, boldogságkaput készítettek kézi csokrot és padlópárnát a diákok. A díjátadó előtt a polgármester arról beszélt, hogy miért jelentős egy-egy szakma művelőinek utánpótlása. Ez azért fontos, mert a szakma jövője az mindig onnan látható, hogy az ifjak, a tanulók mit tesznek. A versenyre idén is az ország több iskolája elküldte virágkötő tanulóit. A munkákat több kategóriában díjazták. A vándorserleget a legtöbb elismerést gyűjtött iskola kapta, idén a házigazda intézmény. Mindhárom munkájával díjat nyert a szombathelyi Laposa Loretta, ezzel ő volt a legeredményesebb egyéni virágkötője a versenynek, a jövőjét is virágok között tervezi. Mindenképpen virágkötőként szeretnék dolgozni, lehetőségem van visszamenni Németországba, mert úgy kijutottam pályázat által, ha ez sikerül, akkor ott lennék fél évig, és utána hazatérni mindenképpen virágkötőként dolgozni. Nem csak a virágkötő verseny jubilál 2014-ben, de több fontos eseményt is ünnepel a Herman iskola. Valójában az idei évben nem csak virágkötészeti versenyt, nem csak az első parképítő versenyünket ünnepeljük, hanem igazából Herman Otto emlékévet is tartunk. Ennek a Herman Otto emlékévnek a megnyitó ünnepségét szintén ezen impozáns versenyünkhöz kötöttük. Idén először parktervezők is versenyeztek. Az első Szavária Parkum megmérettetésre érkezett munkák tervrajzait a Herman iskola tornatermében állították ki. Egy-egy családi ház kertjének terveit készítették el, műszaki pontossággal és a költségvetéssel együtt a technikus tanulók. A parktervező versennyel is hagyományt teremtene a Herman Otto szakközépiskola.